Engem Fejfesz Lárnak hívnak, a Balabit IT Security-nál dolgozom, mint senior szoftverfejlesztő jelen állás szerint. A Balabit IT Security egy nyílt forrású fejlesztő cég, több szempontból is tekinthetjük nyílt forrásúnak magát a céget. Egyrésztről a fejlesztő eszközeink között is számos nyílt forrású eszköz található meg. A desktopjaink egyébként túlnyomó többsége szintén nyílt forrású, és maguk a termékeink is nyílt forrású alapokon épülnek, illetve a termékek egy jelentékeny része is nyílt forrású. Két eklatáns példa erre a Syslog NG és a Zorb GPL, egész pontosan a Syslog NG-nek az OSE, tehát az Open Source Edition változata és a Zorbnak a GPL verziója. Immáron 10 éve foglalkozik a cég nyílt forrású fejlesztéssel. Ez az, azt gondolom egyébként viszonylag jól bizonyítja azt, hogy nyílt forrású fejlesztésből, mint olyanból is lehet pénzt keresni. Amiről az előadás szólna, az voltak éppen az, hogy hogyan, egészen pontosan is hogyan is lehet nyílt forrású fejlesztéssel, nyílt forrású fejlesztésből pénzt keresni. Először is azt szeretném így nagyon röviden tisztázni, hogy mit is értünk nyitottság alatt, mit is értünk nyílt forrás alatt, de csak nagyon röviden. Nyilván szoftverek lehetnek sok mindenre nézve és nyitottak. Egyrésztről lehetnek a felhasználásra nézve nyitottak, hát számos ilyen szoftvert találunk, különösen manapság, felhő alapú szolgáltatások túlnyomó többsége ilyen, Google, Basicon, Ustream, mindenki használja őket, gyakorlatilag nagyon jók, nagyon jól működnek, könnyen használhatóak, a felhasználás szempontjából tehát nagyon nyitottak. Ugyanez igaz egyébként a hardveres eszköz meghajtókra is, hogy mindaddig, amíg használni akarjuk őket, addig gyakorlatilag nyitottak, jóformán arra használhatjuk őket, amire szeretnénk, esetenként persze lehetnek megkötések, de tulajdonképpen amíg egyszerű felhasználók vagyunk, addig nyitottak. Mire lehetünk még, milyen tekintetben lehetünk még nyitottak? Lehet egy szoftver nyitott a másolásra. Erre is találunk számos példát az interneten, ugye a freeware szoftvereknek gyakorlatilag se szeri, se száma. Az egyik talán legnépszerűbb példa erre a Skype. Ingyen elérhetjük, gyakorlatilag másolhatjuk is, még mindig ott tartunk, hogy ingyen sem használhatjuk is. Ennél többre azonban nincs lehetőségünk. Nem csak a szoftverek területén igaz ez a fajta nyitottság, ma már rengeteg olyan médiaállomány van, fotók, videók, zenék, amiket ingyenesen letölthetünk, akár ingyenesen meg is oszthatjuk őket. Aztán, hogy egy kicsit a fejlesztés irányába kanyarodjunk, a fejlesztés tekintetében is lehet egy szoftver nyitott. Mit jelent ez? Gyakorlatilag azt jelenti, hogy kiterjesztéseket, pluginokat, sablonokat írhatunk hozzájuk. Ezekkel kiegészíthetjük az eredeti funkcionitást, bővíthetjük azt, javíthatjuk azt, testre szabhatjuk azt. Erre talán az egyik legjobb példa a böngésző, mint olyan. A webböngészőben tényleg mindenki használ legalább 1, 2, 3, 5 kiterjesztést Firefoxban, Chromeban vagy akármi másban. Itt, amit még példának ikonként hoztam, az a Drupal, ott szintén az a koncepció áll fenn, hogy az alaprendszer maga nyújt egy szolgáltatás halmazt, és ehhez képest vannak kiegészítő modulok rendkívül nagy számban. És mi az, amiről a nyílt forrás szól? Azt gondolom mindezekről együtt, vagyis arról, hogy minden tekintetben teljesen nyitottak vagyunk. A felhasználó tetszőleges célra használhatja magát a szoftvert, erre semmilyen megkötés nincs, azt tanulmányoztathatja, akár tanulmányoztathatja is végső soron, változtathat rajta, másolhatja, terjesztheti, a változásokat is terjeszteti, gyakorlatilag bármit megtehet a szoftverrel, ami neki tetszik. A pénzkeresés szempontjából nagyon fontos kérdés ugyanakkor, hogy mi tulajdonképpen mit is szeretnénk eladni. Ha a forráskódunk titkosságát szeretnénk eladni, akkor rossz hírem van, bajban leszünk. Nyílt forrású fejlesztésben ilyen tekintetben ne kezdjünk bele. Ha a mi üzleti modellünk azon és csak azon alapszik, hogy a forráskódunk titkos, az más számára nem érhető el, más azt a forráskódunk, annak a forráskódnak a bináris változatát, vagyis a felhasználó által ténylegesen működtethető változatát nem tudja előállítani,
Ha csak ezen alapszik az üzleti modellünk, akkor gyakorlatilag a nyílt forrású fejlesztéssel bajban leszünk, és még ezen kívül is vannak kockázataink, hiszen megjelenhetnek versenytársak, adott esetben nyílt forrású versenytársak is, illetve hát szó mi szó, azért a legtöbb szoftver elérhető kalózmásolatként is, tehát hiába titkos a forrásunk, gyakorlatilag az üzleti modellünk mégis bizonytalan lábakon áll. Mit akarhatunk még eladni? El akarhatjuk adni a szoftver jövőjét. Mit jelent ez? Tulajdonképpen a szoftverben valójában nem a biteket és végsősorban nem is a forráskódot adjuk el. A szoftver voltaképpen egy szolgáltatás, ahol mi a szolgáltatásunkat adjuk el, azt a szolgáltatást, hogy ez a szoftver működik. És ez a szoftver nem csak ma működik, hanem holnap is működni fog, és holnap után is működni fog. Ugye mi, mint gyártók vállalunk erre valamiféle garanciát. A meglévő funkcióinkat karbantartjuk, a jövőben funkciókat fejlesztünk, és adunk terméktámogatást, gyakorlatilag biztosítjuk a szoftver jövőjét. Nagyon jól látszik az, hogyha egy szoftver jövője bizonytalan, egy gyártó valamilyen hírt közöl arról, hogy a fejlesztést befejezni, onnantól kezdve a szoftver értéke rohamosan csökken, gyakorlatilag nagyon hamar eléri a nullát, vagy egy nullához rendkívül közeli értéket. Most látszik, hogy voltaképpen mi nem a szoftvert adjuk el, hanem azt a szolgáltatást, ami a szoftverben, ami a szoftver mögött meghúzódik. Nyilván nem csak ez az, ami értéket jelenthet, és nem csak ez az, ami értéket képez, hanem egyéb javak is megjelenhetnek a szoftver körül, ilyen lehet egy nyomtatott kényszerkönyv, gyártói támogatás, illetve mondjuk úgy, hogy az erkölcsösség érzete, hiszen elérhető számos nyílt forrású, illetve nem nyílt forrású, de ingyenes szoftver is, ahol tulajdonképpen fizetnünk nem, vagy nem feltétlenül kell, mégis ott van vagy a weblapon, vagy bárhol máshol egy donation gomb, tehát magunk rá szállhatjuk magunkat arra, hogy támogassuk a fejlesztőket valamilyen módon. Ezzel is azt érezve, hogy tulajdonképpen adtunk valamit azért az értékért, amit mi ingyen kaptunk. Mik lehetnek a módszereink? Hogyan kereshetünk voltaképpen pénzt? Azt gondolom alapvetően két módon. Van egy implicit megközelítés, amikor nem effektíve pénzt keresünk, hanem pénzt spórolunk meg hogyan. Ma már, ha valaki egy webszervert szeretne, egy stabil, jól működő, jól funkcionáló webszervert, a legritkább esetben szánja rá magát arra, hogy egyet kifejlesszem. Ma már arra is viszonylag ritkán szánja rá magát valaki, hogy egy ilyet vegyen, hiszen ott van mondjuk például az Apache, amit ingyen elérhetünk, letölthetünk, használhatjuk, készen van. Ha mi azt testre akarjuk szabni, ezt megtehetjük minden további nélkül, extra funkciókat fejleszthetünk ki, specializálhatjuk magát a szoftvert a saját igényeinknek megfelelően. Hol hoz ez nekünk pénzt? Egyrészt ugye megspórolunk egy nagy arányú fejlesztést, hisz magát az alaprendszert már nem kell leimplementálnunk, az készen adott, annak a forrását is megnyertük. Amit nekünk kell tennünk, hogy a saját igényeinknek megfelelően alakítjuk azt a szoftvert, ami egy jóval kisebb feladat, mint a teljes szoftvert kifejleszteni. Ugyanígy igaz, hogy a tesztelési költségeket is meg tudjuk osztani. Meg tudjuk osztani egyébként úgy is őket egy nyílt forrású fejlesztésnél, hogy többen kezdünk bele egy olyan fejlesztésbe, amire mindannyiunknak szüksége van. Tehát nem mi gondoljuk azt egy cégen belül, hogy mi kifejlesztük a szoftvert, amire nekünk szükségünk van, hanem azt gondoljuk, hogy nyilván erre másoknak is szükségük van, vagy szükségük lehet, és velük társulva egy kooperációt hozunk létre, nyílt forrású alapokon, ezt meg tudjuk tenni minden további nélkül, és az elkészült szoftver költségeit úgy osztjuk meg, hogy részekre osztjuk magát a szoftvert, így részekre osztjuk a fejlesztési és tesztelési költségeket is. A másik módszerünk, egy implicit módszerünk az, hogy a kockázatainkat csökkentjük. Egy belső fejlesztésnél, egy zárt forrású belső fejlesztésnél igaz az, hogy amennyiben a fejlesztők odahagyják a céget, akkor bizony maradt utánuk egy gazdátlan, vagy valamilyen szinten legalábbis gazdátlan kód, amivel kezdeni kell valamit. Ez általában meglehetősen költséges feladat. Ha és amennyiben az egész fejlesztést nyílt forrású alapokon kezdtük meg, akkor annyival lehetünk előrébb, hogy mások, akár a cégen kívül is lehetnek olyanok, akik ebben a forrásban otthonosan mozgognak, ezt a forrásbázis tovább viszik, ezt az egész szoftver tovább fejlesztik. Egyébként erre példa is van, a Cisco fejlesztette egy printing systemet,
illetve kezdett bele egy Printing System fejlesztésébe, és a megbízott fejlesztők keresték meg az akkori főnökeiket, hogy ők ezt nyílt forrású alapon szeretnék tenni, az előbb említett okoknál fogva, és a Cisco-ban volt annyi belátás, hogy azt mondja, hogy igen, én látom azt a kockázatot, amit előrevetítettek, látom azt, hogy ez a kockázat csökkenthető azáltal, hogy mi nyílt forrású alapon fogjuk ezt a szoftvert fejleszteni, és így is kezdték meg a fejlesztést. Mik lehetnek az explicit módjaink, amikor tényleg kifejezetten pénzt keresünk? Amikor tényleg kifejezetten pénzhez jutunk úgy, hogy egy nyílt forrású terméket fejlesztünk. Hát itt van néhány kulcs gondolat ezzel kapcsolatban, amit egyébként a Balabit Kft. Által fejlesztett SysLogNG is alkalmaz. Egyrésztről az ügyfél szoftver értékesíti a kiszolgáló szoftvert. Ez a SysLogNG-nél, ami egy naplózó szerver, egy picit talán furcsa megközelítés, mégis igaz az, hogy maga a naplózó szerver egy központi naplózó megoldást, egy appliance terméket tud értékesíteni. Gyakorlatilag ez az, amin a SysLogNG-re épülő SSB szoftverünk értékesítése is bizonyos fokig alapul. Másrésztről meg tudunk teremteni egy brandet magának a szoftvernek is, illetve a szoftvert fejlesztő cégnek is. Azt gondolom, hogy a SysLogNG-nek világszerte meglehetősen jó híre van, ez bizonyítja a mára közel 1 millió felhasználó, és hozzá kell tenni, hogy ez a név, ez az erős márka, amit a SysLogNG jelent számunkra, sokat hozott akkor, amikor a Balabitet, mint brandet, mint márkát kellett tudni eladni, akár itthon, akár külföldön. Harmadrésztről a potenciális versenytársak kiszorításában is nagy szerepe lehet egy nyílt forrású terméknek. Igaz az, hogy ebből a közel 1 millió felhasználóból mi nem érjük el, azt gondolom talán a 10%-ot sem, akik tulajdonképpen a kereskedelmi változatot használják. Mégis igaz az, hogy mindaddig, amíg az a 90% a SysLogNG nyílt forrású változatát használja, addig nem használ konkurens terméket. Tehát gyakorlatilag sikerül egy meglehetősen nagy piaci rést hasítanunk, és egy meglehetősen nagy piaci résen kiszorítani a versenytársakat. Ugyanakkor a SysLogNG esetén is igaz az, hogy a SysLogNG Premium Edition-je tartalmaz olyan zárt forgású kiegészítőket, amik a nyílt forrású változat alapjaira épülnek, és tulajdonképpen ez az, amit mi végső soron értékesítünk. Azt gondolom igaz az, hogy egy szoftverben azon részek, azon funkciók, amit minden vetélytárs tud, tulajdonképpen nem érnek egy fillért sem. Igazából csak az az, amit tudunk értékesíteni, amivel többek tudunk, vagy jobbak tudunk lenni, mint a versenytársaink. Ez esetben ezek lehetnek zárt forráskodú részek is, amennyiben ezt a licenszelésünk természetesen megengedi. Egy másik, ettől teljesen különböző megoldás, ami tulajdonképpen nem szoftverfejlesztéssel foglalkozunk, hanem hardware eszközöket gyártunk, ugyanakkor mégis kell hozzájuk eszközmeghajtókat adnunk, tehát szoftverfejlesztők is vagyunk, itt is dönthetünk a nyílt forrás mellett, annyiban tud ez nekünk hasznot jelenteni, hogy hát egyrészt onnan indulunk, hogy nincs anyagi veszteségünk, hiszen mi tulajdonképpen nem a szoftvert akarjuk eladni, hanem a hardvert akarjuk eladni, tehát azáltal, hogy megnyitjuk a forráskódot, tulajdonképpen anyagi veszteséget nem szenvedünk el. Amit viszont nyerni tudunk, az az, hogy ingyenesen kaphatunk adaptációt olyan környezetekbe, amire mi eredetileg nem gondoltunk, illetve el tudjuk nyújtani a hardware termék életciklusát. Erre jó példa egyébként a Linksys. A Linksys wireless routerekben találhatunk Linksys által gyártott chipeket, VRT sorozatú chipeket, amik azért lettek, azt gondolom, rendkívül népszerűek, legalábbis bizonyos körben, mert az ezekhez kapott eszközmeghajtó nyílt forrás volt, ezeket könnyedén lehetett felhasználni, módosítani, testre szabni, az igényeinknek megfelelővé tenni. Erre egyébként egy külön, mondjuk úgy, hogy operációs rendszer, legalábbis egy minimalisztikus operációs rendszer indult Open Linux alapokon, ez az OpenVRT. Na most bár a hardware támogatásával lehet, hogy a gyártó már leállna, mégis
tud kialakulni egy olyan piac, akik azért tudnak ragaszkodni ehhez a hardwarehez, mert látják a hardwarenek a jövőjét annyiban, hogy ehhez lesz hosszabb távon a nyílt forráson is, illetve a nyílt forrású közösségen keresztül egyfajta támogatást. Tehát tudhatják azt, hogy ha ezt a hardware eszközt vásárolják, akkor még évekig biztosított az, hogy ez a hardware eszköz valójában működni tud. Komplex rendszerek karbantartása is lehet az, ami nekünk pénzt hoz a konyhára. Itt két példát hoztam, az egyik szintén hazai példa, a Syslog NG-re épülő Syslog NG Storebox, ami egy appliance termék. Meg lehet bárki, mondjuk úgy, hogy bárki megcsinálhatta volna ezt az appliance terméket, ami nem tökéletesen igaz, de bárki csinálhatott volna ehhez hasonló, a Syslog NG nyílt forrású változatára épülő appliance, egyszerűen használható, egy unitos, becsúsztatom és működik rendszert, hiszen megvolt rá a lehetősége, mégis igaz az, hogy mi tudunk ezzel valójában pénzt keresni, hiszen mi vagyunk az eredeti gyártók, nyilván ez az egész termék, az egész termék család hozzánk jobban kötődik, így nyilván a vásárlók is hozzánk jobban kötődnek, jobban elfogadott ez az appliance termék, azt gondolom tőlünk, mint bárki mástól. Hasonlóképpen igaz ez a Linux disztribúciók esetében is, ahol tulajdonképpen nyílt forrású összetevők halmazáról beszélünk, és mégis egy disztribúció azért ebből egészen jól el tud lenni, el tud belőle élni. Nyilván nem, nyilván számos belételi forrása van egy Linux disztribúciónak, de vannak kereskedelmi változatok is, ahol voltaképpen azt adjuk el, azt a jövőképet adjuk el, hogy ez a Linux disztribúció ma működik, jól működik, stabilan működik, megbízhatóan működik, és támogatást vállalunk rá, hogy ma fog működni, fél év múlva fog működni, vagy akár 2 év, vagy 3, vagy 5 év múlva is működni fog. Aki egy olyan rendszert szeretne telepíteni, ahol ez kifejezetten fontos szempont, nyilván szervez környezetben ez kifejezetten fontos szempont, hogy tudhassa, hogy 3-5 év múlva még ugyanezen a rendszeren támogatást lesz, biztosítják a security frissítéseket. Ott ez egy nagyon fontos döntés, tehát egy nagyon fontos szempont. És voltak éppen ez az, amit a Linux disztribúciók értékesíteni tudnak. Ami még egy ígéretes koncepció lehet, hogy azt mondjuk, hogy bár amit fejlesztünk, az egy zárt forráskódú termék, mégis garanciát vállalunk arra, hogy annak a forrását valamilyen jövőbeli időpontban megnyitjuk. Ja, mit jelent ez? Két koncepció lehet erre a nyitásra. Egyrészt lehet ez valamilyen időbeli eltolás, hogy minden új funkciót megnyitunk valamilyen időtávon belül, mondjuk 1 év múlva megnyitjuk az 1 évvel ezelőtt elkészült funkcióknak a forráskódját, ez lehet mondjuk egy ígéret, de lehet egy olyan ígéretünk is, hogy amennyiben mi, mint fejlesztő cég továbbá nem akarjuk támogatni ezt a szoftvert, akkor azon a ponton megnyitjuk a forráskódját, ezzel lehetővé téve azt, hogy azok, akik a mi szoftverünket választották, választhassanak egy másik szoftverfejlesztő céget, aki tovább viszi számukra azt a szoftver, előrébb tudja azt karbantartani, akár még funkciókkal is tudja bővíteni, előrébb tudja vinni azt a szoftvert, annak ellenére, hogy jelen pillanatban a szoftver zárt forrású. Nyilván számos kiegészítő szolgáltatás is felmerülhet egyébként a nyílt forrású szoftverek kapcsán. Itt felsoroltam néhányat. Ebből igazából amit kiemelnék, az egyrésztről a dokumentáció, ahol látszik, hogy például az O'Reilly számos olyan könyvnek kiadója, ami nyílt forrású szoftverekről szól, és ebből a tevékenységből ők azt gondolom meglehetősen komoly profitra tesznek szert. Másrésztről a helyi gazdaságnak tehetnek jót az olyan cégek, akik üzemeltetéssel, integrációval, terméktámogatással foglalkoznak, hiszen az egy kifejezetten komoly érték egy vevő számára, hogy valaki helyben van ahhoz a szoftver termékhez hozzám, akár fizikálisan nagyon közel, de minden esetre egy időzónában tud lenni velem, tud reagálni, tud aktív lenni, egy nyelvet beszélünk, jelen esetben ugye a magyart, amit a világ más részein ugye elég szorványosan beszélnek, ezek mind előnyök tudnak lenni, a helyi üzletet ez tudja működni, a helyi vállalkozások tudnak arra épülni, hogy már meglévő kész szoftvereket üzemeltetnek, integrálnak, illetve nyújtanak hozzá terméktámogatást. Ami
mostanában feljövő modell, ami még mostanában elég divatos modell, az az adományozás, illetve a reklám. Ennek a mobil, azt gondolom, hogy a mobil platform hozta meg az igazán nagy piacát. Számos olyan applikáció van, amit viszonylag kis költség mellett tudunk előállítani. Gondolom itt a teremben is jó néhányunknál van okostelefon. Az androidosokon jellemzően mindenkinél van egy bárkódszkenner, ami QR kódokat tud olvasni. Azt gondolom, hogy bár nem egy triviális feladatról beszélünk, mégis egy-két fejlesztővel ez a szoftver fejleszthető. Ugyanakkor rendkívül széles a felhasználói kör. Egy rendkívül nagy számról beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy ezt a szoftvert kik használják. Nyilván ennek a nagy számosságnak már csak egy töredéke lesz az, aki adományozni fog, mégis ebből akár egy kis üzletet tökéletesen el tudunk vinni. Ha az alkalmazásunk olyan is ezt megengedi, akkor reklámozni tudunk valamelyik részén, legalábbis az ingyenes verzióban, és lehet az az üzleti modellünk, hogy a Pro verzió akár csak annyiban tér el, hogy a reklámok megszűnnek, még ha nem is adunk feltétlenül hozzá plusz funkcionalitást. Az a kérdés merül fel joggal, hogy ennek az egész modellnek, ennek a nyílt forrású modellnek mi képezi a gyökerét, mi képezi az alapját. Én azt gondolom, hogy az alapját a felhasználó képezi, méghozzá az a felhasználó, aki aktív és elégedett. Ha nincsenek elégedett felhasználóink, akkor azzal elégedett felhasználók nélkül nem fogunk tudni igazából közösséget építeni, nem fogunk tudni egy kellően nagy számosságú felhasználói bázist kiépíteni ahhoz, hogy ez a modell működőképes legyen. A másik, amire szükségünk van, hogy ezek a felhasználók aktívak legyenek, be tudjuk őket vonni, nem is feltétlenül a fejlesztésbe, mert az esetek túlnyomó többségében egyébként irreálisnak tűnő elvárás, de bizonyos mértékig a tesztelésbe be tudjuk őket vonni, és a felhasználásból eredő visszajelzések is komoly hasznot tudnak jelenteni számunkra. Jelezhetik a felhasználóink azt, hogy mik az igényeik, mik az elvárásaik, mik az elképzeléseik azzal a szoftverrel kapcsolatban, amit mi fejlesztünk, és mi ebből le tudjuk vonni magunknak a következtetést, hogy mi legyen az irány, ami a jövőben haladni szeretnénk. Hogy tudunk folyamatosan életképesek lenni a piacon. Ha és amennyiben vannak ilyen felhasználóink, akkor a következő lépés az, hogy közösséget építünk ezekből a felhasználókból. Ez természetszerűleg egyébként nem egyszerű feladat, komoly munkát igényel, komoly erőforrásokat fog felemészteni, hogy felépítsünk egy nyílt és önfenntartó, decentralizált közösséget. De amiért itt ez a Wikipédia jel található, annak az oka az, hogy azt gondolom, hogy a Wikipédia, mint mozgalom mutatta meg azt talán legjobban, hogy mi az, amit a közösség jelent, mi az, amit egy közösség teremteni tud, mennyiben tudja egy közösség megváltoztatni a gondolkodásmódot. Ma már enciklopédiát kihozni a piacra, hát nem tudom, én nem vágnék bele minden esetre, én pénzt nem fektetik abba, hogy nyomtatott enciklopédiákat adjak ki. Ma a Wikipédia egész egyszerűen egyeduralkodóvá vált. Ha valamit szeretnék megtudni, ez az első lépésem, hogy a Wikipédián megnézem, hogy mi az, amit írnak. Hogy nyilván lehetnek tévedések, nyilván lehetnek hibák, hiszen a Wikipédia nem elsődleges forrás. De megmutatja azt, hogy mi a közösség ereje, hogy mennyire rugalmasan, mennyire gyorsan tud ez az egész rendszer változni egy aktív közösségi fejlesztés közepette. És megmutatja egyúttal azt is, hogy nem kell valaminek centralizáltnak lennie. Persze, a Wikipédiában is vannak szerkesztők, a Wikipédiában is vannak egyéb iránt jogosultságok, és vannak, akiknek több jogosultságaik vannak, mint másoknak, de az egész rendszerről mégis elmondható, hogy decentralizált. Tulajdonképpen a lapokat bárki szerkesztheti, ezzel együtt mégis igaz az, hogy fals tartalmak ritkán fordulnak elő a Wikipédián, és ha előfordulnak is, mi ugyanúgy átszerkeszthetjük őket egy jó tartalomra. Milyen ösztönzőket tudunk adni a felhasználóinknak, hogy részt vegyenek a mi szoftverünk életében, hogy így mondjam? Hát egyrésztről, amit biztosítanunk kell, az a nagyon könnyű hozzáférhetőség. Néhány hazai példával élnék, ezek a legkönnyebbek a számomra. A Syslogengi viszonylag korán került be a legkülönböző
Linux disztribúciókba, azokat roppant, a syslogenkét így roppant egyszerű volt telepíteni, sőt, ennél is tovább megyek, hiszen a Linux disztribúciók egy jelentékeny részében a syslogeng alapértelmezett logszerver volt, tehát tulajdonképpen a felhasználónak semmit nem kellett tennie azért, hogy legyen egy syslogeng-je. Így igazán egyszerű felhasználókat szerezni, amennyiben ő telepített egy Red Hat-et, egy SUSE-t, egy Ubuntu-t, ő már is kapott hozzá egy syslogengét, tehát volt egy plusz felhasználónk. Meg kell tudnunk teremteni annak a lehetőségét, hogy ők aktívan tudjanak részt venni a közösségben. Ez nem lesz egyszerű. Ez biztosítanunk kell azt, hogyha valamilyen akció van a közösség részéről, a levelező listánkra egy levél jön, egy hiba bejelentés jön, arra kell tudnunk megbízhatóan reagálni. Megbízhatóan és gyorsan. Kell a folyamatos visszajelzés a felhasználók felé, hogy mi fontosnak tartjuk azt, hogy ők információval lássanak el minket, ez fontos nekünk, ezért mi erre reagálunk. Nem mindig azt, hogy igen, ismerjük ezt a hibát, holnapra kész lesz, vagy tegnapra kész lesz, ez nem mindig mondható. De mindig mondható az, hogy igen, köszönjük, hogy jelezted számunkra ezt a hibát, beütemezzük, és adunk rá reagálást, hogy tudod megkerülni ezt a hibát, hogy tud neked jobb lenni. Kell tudnunk reagálni ezekre a problémákra. Kell tudni adni fórumot a közösség számára, ez egy kulcs fontosságú momentum, kell egy olyan tér, kell egy olyan virtuális tér, ahol a felhasználók egy idő után már egymást fogják tudni támogatni. A syslogeng kapcsán sikerült azt elérnünk, hogy a felhasználói bázisban felmerülő kérdések jelentékeny része a felhasználói bázison belül válaszolódik meg. Tehát tulajdonképpen mi már azt a költséget nem viseljük, hogy ennek a nagyon széles felhasználói bázisnak terméktámogatást adjunk, ezt maga a felhasználói közösség tudja megoldani, illetve utolsó pontként, ami viszont ránk hárul, ami a mi feladatunk, hogy olyan dokumentációkat adjunk, olyan dokumentáltsággal lássuk el magát a szoftvert, hogy erre a lehető legkisebb mértékben legyen szükség. Ha ezeket a lépéseket meg tudtuk tenni, és jól meg tudtuk tenni, akkor remélhetőleg, ami ez vezet, ami ennek az eredménye, az egy nyílt pénzforrás. Köszönöm szépen a figyelmet!